Elfogadták a Csongrád megye átnevezéséről szóló javaslatot. Jó estét kívánok, a Híradót látják! A Csanád nevet is felveszi Csongrád megye 2020. június 4-től. A megyék nevéről szóló határozat módosítását Lázár János egyéni képviselői indítványára ellenszavazat nélkül fogadta el ma a parlament. Az országgyűlés a megyék nevéről és székhelyéről szóló határozatot Lázár János egyéni képviselői indítványára 140 igen szavazattal, 22 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül fogadta el. Így Csongrád megye nevének megváltoztatása a trianoni döntés 100. évfordulóján, 2020. június 4-én lép hatályba. A térség országgyűlési képviselője a döntés kapcsán elmondta, szimbolikus üzenete van annak, hogy Csongrád megye felveszi a Csanád nevet is. Az átnevezés nem vesz el senkitől semmit, viszont 1000 éves közösségnek adja vissza a tiszteletet és a megbecsülést, amelyet az ott élők megérdemelnek. Az indítvány mögött makói kezdeményezés áll, és a térségben lévő településekről szól, hiszen Csanád vármegye korábbi központja Makó városa volt. Dr. Halmágyi Pál, a Marosparti városban élő nyugalmazott múzeumigazgató szerint az, hogy Csanád megye visszakerül Magyarország térképére, újra egyértelművé teszi, hogy azt a vitézt, aki ezt a területet István király államába bekapcsolta, annak nevét viseli ez a térség. Nagyon örülök ennek a döntésnek, éppen ideje volt már, hiszen ez, hogy visszakapjuk az 1000 éves megye elnevezésünket, ez már 1990-ben a rendszerváltással elindult. Sajnos akkor nem volt olyan politikai akarat, aki mellé állt volna és segítette volna, hogy ez megvalósuljon. Most hála Istennek megvalósult, és végre újra lehet látni Magyarország közigazgatási térképén azt a Csanád nevet, azt a Csanád elnevezést, ami 1000 éves. A történész szavaiból kitűnt, hogy a több mint tucatnyi települést magában foglaló térségben ma is milyen élénken él a csanádi identitás. Csongrád megyével mi jóba vagyunk, a szomszéd megyénk, ugyanígy, ha keletfele nézünk, Békés megyével, de azért rosszul esett, hogy a kettő közötti szép Csanád megyét szétdarabolták, keleti felét Békés megyéhez csatolták, Batonya, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza az elment Békés megyéhez, és a központi járás, Maroslele, Földák, Makó és a Torontáli járás, Kiszombor és az a kilenc község pedig beolvadt Csongrád megyébe. És ezzel 1950-ben a tanácsrendszer bevezetésével megszűnt Csanád megye, eltűnt a térképről is. Hát most legalább visszajött. A döntés értelmében Csongrád megye elnevezése 2020. június 4-től Csongrád Csanádra változik. A módosítás a lakosság számára költséget nem jelent, hiszen a személyi okmányokon, az autók rendszámtábláján nem szerepel a megyenév. A nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges törvénymódosításokat is tárgyalták ma a parlamentben. A miniszterelnökség által előterjesztett javaslat fő célja a közműengedélyezések gyorsítása. A miniszterelnökség javaslatára a kormány a családok és a kis- és középvállalkozások terheinek további mérséklése, valamint a KKV szektor versenyképességének javítása érdekében július 1-től ingyenessé tette a közműcsatlakozásokat. Mérsékelte vagy teljesen ingyenessé tette az ide kapcsolódó eljárási díjakat, továbbá a korábbinál lényegesen gyorsabb munkára ösztönözte a szolgáltatókat. A költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelység építésekor és átalakításakor is igénybe vehető. A díjmentesség bevezetése mellett radikálisan csökkentek a közműcsatlakozással kapcsolatos ügyintézési határidők, illetve ahol ez nem volt meghatározva, ott rövid határidők kerültek meghatározásra az elosztók számára. A könnyű közmű program második lépéseként szeptember 1-től a kormány megtörte az elosztók monopóliumát a közmű kivitelezések tekintetében. Mostantól a vállalkozók széles köre dolgozhat közműcsatlakozás kiépítésén, nem csak az elosztó társaságok vagy azok alvállalkozói. A közműcsatlakozások ingyenesítételének köszönhetően két hónap alatt összesen több mint 2 milliárd forintot takarítottak meg a családok, illetve a kis- és középvállalkozások.
Jövő héttől lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utcát. A korlátozás másfél hónapig tart majd, és azért van rá szükség, mert az említett útszakasz páros oldalán kezdik meg a kivitelezők a tram-trén beruházáshoz kapcsolódóan a közművek kiváltását. Az autós forgalmat a Tóalj utcára és a Kaszap utcára terelik majd, derült ki tegnap Cseri Tamás utcafórumán. A héten már elkezdődtek a tramtrén építéséhez szükséges közmű kiváltások, ahol elektromos vezetékeket fektetnek le a szakemberek. A páros oldalon lévő légkábelek kiváltásra kerülnek, ehhez szükséges a teljes szakaszon egy új földkábelek lefektetése. A jövő héttől kezdődően az egész Bajcsy-Zsilinszky utcán megkezdődnek a munkálatok, akkor a Bajcsy-Zsilinszky utca lezárásra is kerül, és folyamatos kivitelezés mellett a útburkolatban a szennyvízcsatorna kiváltások, közmű informatika, erős áramú kiváltások, ivóvíz keresztirányú átkötések is megújulnak. A kivitelezők a munkák alatt a lakosok számára biztosítják majd, hogy meg tudják közelíteni a saját ingatlanjukat. Ha megvalósul ez a beruházás, akkor őnekik gyakorlatilag szinte házhoz jön a villamos, és ezzel csúcsidőben várhatóan 10-20 percenként, de egyébként is fél óránként fog járni Szegedre a villamos. Őnekik ez nagyban meg fogja könnyíteni a Szegedre való bejutást, hiszen gyakorlatilag felszállnak a János téren vagy a nagyállomásnál, és Szegeden az egyes villamos vonalán bárhol le tudnak szállni. Tehát ez például azt jelenti, hogy ha valaki a klinikára megy például, akkor gyakorlatilag villamos kötött pályás sínen meg tudja közelíteni, és szinte a klinika bejáratánál tud leszállni a villamosról. Az építések miatt jövő héttől várhatóan másfél hónapig a Bajcsy-Zsilinszky utcát lezárják. Az autós forgalmat a Tóalj utca és a Kaszap utca felé terelik majd. Pihenő parképül a volt Kossuth Zsuzsanna szakközépiskola helyén és egy pályázat segítségével az Európa Park zöld felülete is megújulhat. A részletekről lakossági fórumon tájékoztatta az érdeklődőket tegnap Hegedűs Zoltán alpolgármester és Lázár Mária projektmenedzser. A területi operatív program keretében 831 millió forint Európai Uniós támogatásból hozzák létre a hótó szívében azt a pihenőparkot, amely a régi Kossuth betontömbje helyén húzódik majd. A zöldövezetben a gyerekeknek lesz játszótér, mely a víz témájára fog épülni, de találnak majd a látogatók egy fitness teret is. A parkban lépcsőzetes, illetve teraszos kialakítások lesznek megfigyelhetők, amelyek elvezetik a látogatót egy tóig, amelyet két híd keresztez. Egy pihenőpark, ami egy tóval, hiszen Hódmezővásárhely nevében, illetve történetében nagyon sok helyen kapcsolódott a vízhez. Egy tóval kiegészített pihenőpark lesz, ez alkalmas lesz minden korosztály számára, hogy megtalálja a kikapcsolódás lehetőséget a gyerekektől egészen az idősekig. Ebből a topos forrásból újul meg az Európa Park területe is. A hosszú távú cél, hogy Hódmezővásárhelyen a Népkert és a Hősök terének érintésével a Tóalytól egészen a Kodály Zoltán utcáig kiépülhessen egy úgynevezett zöld folyosó. Ha valaki ezért végig sétál, mondjuk innen ettől a park, vagy megépülő parktól a Tóalj utcán, a Kodály Zoltán utca irányában, azért nagyon sok helyen talál zöld területtel, és az a célunk, hogy ezt a zöld területet rehabilitáljuk, illetve megújítsuk. Ennek egyik lépése az egyik végén ez a park, és a másik végén lesz egy hozzányúlás ez a zöld területhez a Kodály Zoltán utcán, és ez, hogyha végsétálunk, akkor ott azért nagyon sok zöldre látszunk. Persze vannak olyan szakaszok, ahol egy kicsit kevesebb, de ennek a zöld rehabilitáció is hamarosan meg fog történni. Nem csak az Európa Park növényzete újul meg, hanem az itt található sportpálya is, amelyet újra aszfaltoznak, pótolják a hiányzó elemeket, és új festést kap a kerítés is. Az Árvíz utcáról levezető gyalogutat pedig új térkő burkolattal látják el. Várhatóan a jövő év elején adják át a kivitelezőnek a munkaterületet, és 2018 végére elkészülhet mind a pihenőpark, mind az Európa Park sportpályája. A közterületfelügyelő komoly erőfeszítésébe kerül, hogy a magasházas övezetekben megszüntetett szelektív hulladékgyűjtő szigetek ne váljanak ismét illegális szemétlerakókká. Az eddigi megfigyelés eredményes volt, ugyanis 8 személy ellen indult eljárás.
A közterület felügyelet munkatársai a legkülönbözőbb időpontokban és napszakokban hol céges, hol magángépjárművel tűnnek fel a magasházas övezetekben, hogy ellenőrizzék a volt szelektív hulladékgyűjtők és környékük tisztaságát. Ezt a figyelő szolgáltat a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetése után szerveztük, hiszen nagyon sokan hozzászoktak ahhoz, hogy a szelektív hulladékgyűjtők mellé automatikusan odahordják, és miután eltávolítottuk a szelektív hulladékgyűjtőket, a helyére pakolták a mindenféle szemetet, és ezt vissza szeretnénk mindenféleképpen szorítani. Az őrzési munkának meg is lett az eredménye, már több szemét kaptak illegális szemetelésen. 8 személy ellen már eljárást indítottunk, illetőleg bírságot is szabtunk ki, maximális bírságot szabtunk ki, tehát 50 000 forintos bírságot szabtunk ki, vagy pedig aki esetlegesen nem ismert el, annak pedig eljárást indítottunk ellene. Az különben 150 000 forintos pénzbírsággal számolhat, amennyiben rábizonyosodik. A közterület felügyelők a jövőben is bárhol tarthatnak megfigyelést, és a szükséges büntetnek is. A szelektív hulladékgyűjtésnek továbbra is fennáll a szabályos, civilizált megoldása. A korábbi hulladékszigetek helyett a Klauzál utcai depó fogadja a papír, a műanyag, a fém és az üveg hulladékokat. Az új Hódmezővásárhelyi könyvtár terveiről, az oktatási intézményeknél felmerülő problémákról, valamint a támogatásokról is tanácskoznak majd a városatyák a hétfői rendes októberi közgyűlésen. A képviselőtestület munkáját ma bizottsági üléssel készítették elő. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ma készítette elő a hétfői közgyűlés anyagait. A fő napirendi pontok között szerepelt az oktatási intézmények tanévkezdése. A beszámolóból kiderült, hogy minden rendben volt a tanévkezdéskor, azonban minden évben visszatérő probléma a gyógypedagógus és logopédus hiány. Továbbá a bizottsági ülésen az is kiderült, hogy az önkormányzat összesen 2000 bárányhimlő elleni vakcinát szerez be, így a Hódmezővásárhely és a környékbeli gyerekek számára továbbra is ingyenes lesz az oltóanyag. Szó volt még a Németh László városi könyvtár vezetői pozíciójáról is. A könyvtár élére új igazgatót keresünk, illetve a gyakorlatilag meg lesz pályáztatva, lejárt a könyvtár igazgatónak a pályázata, és újra kell pályázni, illetve ezt ezért sokan követik nyomon, hogy a Hódmezővásáron a városi könyvtár a belvárosba fog költözni, és ebbe az anyagban benne van gyakorlatilag a tervpályázatoknak egy kiírása. A támogatások is napirendre kerültek, ahol kiderült, hogy a város támogatja a Nyugdíjas Szövetséget és a Szeremlei Társaságot. Továbbá az önkormányzat most tárgyalja majd a Székelyudvarhellyel tervezett testvérvárosi kapcsolat kialakítását is. A hétfői rendes közgyűlést október 9-én 16 órától láthatják a nézőink a Vásárhelyi Televízióban. Ismétléssel pedig október 14-én, azaz szombaton 17 órától jelentkezünk. Újabb útfelületek kapnak szilárd burkolatot a római katolikus temetőben, és kiaszfaltozzák a Kutasi út felőli bejáratnál található 2 parkolót is. A beruházás önkormányzati forrásból 9 millió forint értékében valósul meg. 2 éve az önkormányzat együttműködési megállapodást ajánlott valamennyi városban működő történelmi egyháznak temetőik rendezettségének javítására. Egyelőre csak a katolikus egyház élt a lehetőséggel. A közös munka eredménye, hogy a ravatalozó teljesen felújult, a körülötte lévő útszakaszt pedig leaszfaltozták. Az út aszfaltozása azzal a szakasszal folytatódott, amely egészen a Jókai utca felőli új temetkezési részig tart. A katolikus temető felújításának első etapjához mind az egyház, mind az önkormányzat 12-12 millió forinttal járult hozzá. Tovább is gondoltuk akkor ezeket a beruházásokat, és most jutottunk össze oda a második etaphoz, amikor azt jelenti, hogy a Kutas út felüli bejáratnál, a Csőszháznál található 2 darab parkoló, ami ez zúzottköves borítása volt, ezt mind a 2 parkolót ki fogjuk most aszfaltozni, és a Csőszház melletti jobb oldalán elhúzódó útszakasz, aminek az útlapja elkészült, az is aszfaltrétegeket kap. És az első ütemben elkészült útnak a vége itt a mellettünk lévő útnál van vége, és ezt az utat fogjuk tovább bővíteni, egészen ide a Jókai utca oldali bejáratig fogjuk összekötni. Az érintett útszakaszon jelenleg már az útalapot építik, amely remélhetőleg halottak napjára el is készül, tette hozzá Fekete Ferenc. Az összesen 1000 négyzetméternyi út, illetve parkoló felület kialakítása teljes egészében önkormányzati finanszírozással 9 millió forintból valósul meg.
A felsőoktatásban tanuló fiatalokat az idén is támogatja a város a Burza Hungarika ösztöndíj programon keresztül. A rossz anyagi körülmények között élő vagy hátrányos helyzetű, de tehetséges hallgatók pályázatait november 7-éig várja az önkormányzat. Már nem először csatlakozik Hódmezővásárhely az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. 2016-ban 48 hallgató, 2017-ben további 36 fiatal továbbtanulását segítette a város. Mindez az idén tovább folytatódik, hívta fel a figyelmet mai sajtótájékoztatóján Vágó János önkormányzati képviselő. Az ösztöndíj rendszer, amiről beszélünk, két pályázat keretében került kiírásra. Az A-típusú pályázat rész azokra vonatkozik, akik Hódmezővásárhely területén lakóhelyen rendelkeznek, és hátrányos szociális helyzetben vannak, de természetesen felsőoktatási intézményben nappali tagozatos képzésben vesznek részt, ott folytatnak tanulmányokat. Ők azok, akik jelenleg tehát egyetemre járnak, és szociálisan rászorulók, és pályázhatnak erre a pályázatra. A B-típusú része a pályázatnak azokra vonatkozik, akik természetesen szintén Hódmezővásárhelyi lakóhelyen rendelkeznek, hátrányos helyzetűek, és felsőoktatási intézménybe szeretnének felvételizni a 2018-19-es tanévben. És természetesen nappali tagozatra jelentkeznek. Már benyújtható a pályázat, amelynél a szociális rászorultságot, az egyfőre jutó jövedelem mértékét veszik figyelembe. Támogatandó az is, aki árva vagy félárva, esetleg állami nevelésben részesül, vagy nagy családban él. Aki gyermeket nevel, vagyis családi pótlékban részesül, ő is rászoruló. Valamilyen tartós betegségben szenved, vagy rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van. A további szempontok és a kiírás részletei az elektronikus pályázati rendszerben találhatóak meg. A pályázatot is ezen keresztül lehet kitölteni, amit kinyomtatva a kötelezően kitöltött mellékletekkel együtt a polgármesteri hivatal jogi irodájába kell leadni. Az űrlapokat november 7-éig fogadják el. A pályázók sorsáról a decemberi közgyűlés dönt. A helyi diákok is megismerhették az első világháborús vándorkiállítást a Kossuth téren felállított gömbsátorban. Az iskolások szerint leginkább interaktivitása miatt érdekes a bemutatott tárgyanyag, hiszen ahhoz, hogy egy-egy információt begyűjtsenek, tenniük is kell, hol használni kell a digitális technikát, hol pedig erőt kell kifejteni. A Magyar Nemzeti Múzeum első világháborús vándorkiállításába belépve az érdeklődőket egy nagy körhinta fogadja, amely az idő múlását és az élet folytonosságát szimbolizálja. Volt, akinek ez tetszett a legjobban, és olyanok is akadtak, akik a katonai szlengszótár előtt vertek tanyát, és próbálták megfejteni a korabeli kifejezéseket, nem is rossz eredménnyel. Szerintünk nem volt valami nehéz, elég sok sikerült. Hát nem tudom, a legtöbbet már használjuk is, meg németből tanultunk párat. Az első világháborúban használatos biciklire nem csak ajánlott felpattanni, de szinte kötelező is, hiszen csak így válik értelmezhetővé az előtte elhelyezett henger. Nagy Noémi arról számolt be, mit olvasott tekerés közben. Rengeteg verset nagyon jó magyar költőinktől, mint például Kosztolányi, Babics, Ady Endre. Nem ismertem őket, de ahogy olvastam őket, nagyon érdekes és jó verset. A történelem tanárok szerint az iskolai oktatás nagyban segítheti ez a vándorkiállítás, amely kreatívan és látványosan mutatja be az első világháború idején élő emberek mindennapjait. Mindez a sokféleség ad lehetőséget ahhoz, hogy jobban meg tudják érteni ennek az időszaknak azt a sajátos sokféleségét, amit egyszerűen jóval nem lehet sajnos közvetíteni. A gömbsátor mindig tele van, a délelőtti és a kora délutáni órákban folyamatosan érkeznek a diákcsoportok. Hozzánk jelentkeznek be az iskolai csoportok, és hát szerintem 6-7 különböző iskolából folyamatosan tele van. Hát a mai napunk minden fél órában jön egy csoport, és a következő napokra is, és le van foglalva majdnem minden időpont, úgyhogy nagyon kihasználják az iskolák ezt az alkalmat. A nap többi részében késő délután és este pedig főleg a családok adják egymásnak a kilincset, és térnek be a kiállításra. Érdemes beiktatni a 19 órás vetítést is a programba, mert különleges élményt nyújt. A Kossuth tér kertmozivá változik, mert a gömbsátor külső falán pereg a Csárdás királynő című operet, amely az első világháború idején lett népszerű.
A vándorkiállítás holnap 17 órakor zárja kapuit Hódmezővásárhelyen. A Rotary új magyarországi kormányzója látogatott el tegnap a Hódmezővásárhelyi klubhoz. Mészáros Zoltán a jótékonysági szervezet tevékenységét népszerűsíteni, de a helyi klub működését is példaértékűnek tartja. Július 1-től vette át a kormányzói feladatokat Mészáros Zoltán egy évre. A Rotary új magyarországi vezetője tegnap látogatott el a Hódmezővásárhelyi Egyesülethez, hogy bemutatkozzon és ismertesse a helyi tagokkal a céljait. A kormányzó célja, hogy a szervezet kommunikációját sikeresebbé tegye. Nagyon fontos, hogy a belső és a külső kommunikációnkon javítsunk, hisz annyi, de annyi sok jó dolgot, fantasztikus projektet valósított meg a magyarországi Rotary, amire nem nagyon tudnak. Én kiszámoltam, az elmúlt 10 esztendőben a magyarországi Rotary, ez az 1200 ember közel 6 milliárd forinttal támogatta a környezetét. Nincs ilyen másik civil szervezet, csak erről nem nagyon tudnak. Továbbá a kormányzó szeretné a tagok bővítését a fiatalabb generáció bevonásával. A Rotary Magyarország 53 klubból tevődik össze, amelynek egyik oszlopa a Hódmezővásárhelyi szervezet. A kormányzó példaértékűnek véli a helyi klub munkáját. Többszörös kitüntetést kaptak az itteni tagok. Az a Cserediek program, hisz találkoztam most egy mexikói, egy amerikai és egy japán fiatallal. Az, hogy ebbe belevágtak és ezt menedzserlik, ez egy csodálatos dolog. Az, hogy itt oktató lovas programot szerveznek, az, hogy óvodákat, intézményeket segítenek, ez tényleg kiváló ebben az országban, úgyhogy szeretném a Hódmezővásárhelyi Rotary Klubnak is jó hírét vinni. A közös célok megvitatása után a látogatás egy könnyed beszélgetéssel zárult. Ennyi fért mai híradónkba, munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Éjszakai órákban változóan felhős lesz az ég, majd hajnaltól nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása. A nyugati, északnyugati szél több felé élénk lesz. A hőmérséklet mélypontja 9 fok körül alakul. Szerdán kezdetben sok napsütésben bízhatunk, majd a délutáni óráktól megnövekszik a fátyol felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 20 Celsius fokig emelkedik.